Ez mi lehet? Hogy van ez most meg? Most jelenleg olyan medium rare-nek próbálnám. Flambírozás egy sütés közbeni pörköléses technológia vagy eljárás, mely során minimum 40%-os alkohollal öntjük le a készülő ételt, így egyedi ízeket állíthatunk elő. A flambírozás művészete eltűnőben van, a szervezők ezt a hagyományt szeretnék újjáéleszteni. A diákok nagy erőbedobásra készültek a versenyre, délutánon két éve gyakorlati foglalkozásokon Sáfrás Szabolcs tanár úr készítette fel a három gyermekünket, akik flambíroztak, a bort felszolgálták és virágkompozíciót készítettek. Nagyon sokat tanultak rá, készültek, itt nem csak a gyakorlat számított, hanem az elméleti tudás is, hiszen itt egy élő kommunikáció volt a zsűri, a műsor között és a diákság között. A versenyre az ország több pontjáról érkeztek iskolák, például Győrből és Nyíregyházáról is. A Gundel Károly díjas szakember Meskál Tibor nemzetközi színvonalúnak nevezte a megmérettetést. Hálás volt, hogy átadhatja tapasztalatait a jelenlegi diákoknak. Természetesen ezt a kocsit, amit körbe kell tolni alkalmanként egyik asztaltól a másikig, és ebből több is lehet egy étterembe, és több felszolgáló kell, hogy értsen hozzá, hogy mit csinál. Ez egy nagyon hagyományos és tradicionális szervizfajta, és hála az iskoláknak és az iskolák csoportvezető tanárainak, hogy felelevenítették ezt a mi általunk már nagyon régen kedvelt hagyományt a szakmánkban. Krivács András is a hagyományok megőrzésének fontosságát emelte ki. Természetesen egy olyan útirány, egy olyan irány veszi kezdetét a flambírozással, amelyet a vendég teljes mértékben az asztalánál készülve, érezve az illatokat, érezve a flambírszesznek az illatát, a húsnak, a pörkölésének az illatát, különböző díszekkel megbolondítva, illetve hát az a virágköltemény, amelyet a kollégák pluszban még készítenek az asztalon, amely színben, formában harmonizál az elkészült ételekkel, és természetesen itt jönnek a hozzá kínált borok. A szervező Szekszárdi Hunyadi iskola diákjai külön díjjal távozhattak a versenyről. Bélszint ugye beletettem a serpenyőbe, vaját meg serpenyőt felforrósítottam ugye az egyik oldalát, és hát gázlángot használtam a begyújtásánál, és alkoholt öntöttem a serpenyőbe, és így gyulladt meg, és ez a maga a flambírozás, hogy alkoholt öntöm, és meggyullad a hús. A megmérettetést a Párkányi Összemont magánszakközépiskola nyerte.